A mai vendégemnek mondhatjuk, hogy szembeszélben sikerült választókörzetet nyernie, hiszen egy ellenzéki vezetésű városból jutott be a parlamentbe. A mai vendégem tehát Mihály Béla, országgyűlési képviselő. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye egy ellenzéki bázisban tudott nyerni április 3-án. Minek tudható be ez ön szerint, hogy sikerült megnyernie az önkörzetét? Tisztelettel köszöntöm az Egyetem TV nézőit. Valóban így van. A választókerületem, Csongrád Csanád kérdeztem, a választókerületnek a nagyobbik része az 60%-a Szegedhez tartozik, 40%-a pedig a Homokhátság településeit takarja. Valóban Szeged ugye ellenzéki város, ahogy tetszett fogom, ellenzéki környezet. Én két dolognak köszönhetően nyertem, legalábbis én így gondolom. Az egyik az, hogy bírtam a Fidesz-KDNP támogatását, a másik pedig az, hogy az elmúlt 12 évben, míg Kiskundörösben önkormányzati képviselő voltam, nagyon sokat dolgoztam a kiskundorozsmaiakért, az akkori önkormányzati közvetemben élőkért, és ott a kiskundorozsmai ugye 8 szavazókör található, és mind a 8 szavazókörben nagy arányjal tudtam nyerni, úgyhogy a korábbiaktól eltérően nem csak a Homokhátságon kaptam támogatást, plusz támogatást, hanem szegedi választó körzetekben is jelentős támogatást kaptam, így összesen összeadva alakulhatott úgy, hogy ezt a választókerületet én meg tudtam nyerni. Azért is érdekes ez, mert ugye nagyon sokan mondják azt, hogy a Fidesz bünteti Szegedet, és ez ugye elég ilyen kontraproduktívan hat, hogy akkor folyamatosan ugye egyre nagyobb úgymond az ellenszem a Fidesz-szel kapcsolatban itt a környéken, mégis tudott nyerni. És illetve mit gondol arról, hogy valóban bünteti a Fidesz Szegedet? Én határozott véleményem az, hogy nem. Számtalan példa bizonyítja, éppen hogy egy friss példát mondjak, ugye egy friss tévéműsornak vagyunk most szereplői, akkor egy friss példát szeretnék mondani. A három, illetve konkrétan öt projektbe kért a város a kormánytól segítséget, ugyanis ugye vannak olyan beruházások, általában ezek topos beruházások, amelyek ugye az áremelkedések miatt többe kerülnek, mint az előre ezekre a projektekre irányzott pénzeszközök. És ez több mint 1 milliárd forint értékben plusz igényt nyújtott be a város, hogy ezeket a plusz költségeket fedezni tudja, tehát ne a város költségvetéséből kelljen ezeket kifizetni, hanem ugye állami segítséget kért, és éppen a mai napon jött ki a közlöny, hogy mind az öt esetben, amikor kért plusz támogatást a város, ezek szociális otthonok, a múzeumnak a felújítása van benne, csapadékvízelvezetési projekt többek között, gyakorlatilag tehát azt a pénzösszeget, amit a város kért, azt mind megkapta. Én azt gondolom, hogy ez bizonyítja azt, hogy nem szeretné, vagy ellene lenne a városnak a Fidesz-KDNP, illetve a Fidesz-KDNP kormánya, hanem igenis támogatja a várost. Ellentétben természetesen a városvezetés véleményével, aki a különböző városi, illetve közpénzből működtetett médiában, ugye ezt mondja heti rendszerességgel, hogy a Fidesz-KDNP nem támogatja a várost. Ma nagyobb fejlettségi szinten lenne Szeged, hogyha fideszes városvezetés lett volna az elmúlt években? Hát nézze, ezt én nem tudom megítélni. Azt tudom, hogy nyilván nem voltam országgyűlési képviselő sem polgármester, tehát ezt nem tudom így megítélni. Az biztos, hogy az elmúlt időszakban én, mint Fidesz-KDNP és önkormányzati képviselő, Kiskundorozsmán, amit a kiskundorozsmai közösség, amit a kiskundorozsmai emberek, választópolgárok szerettek volna, az gyakorlatilag mindent el tudtunk érni.
Hogyha ezt átfordítjuk arra, hogy el tudott-e volna érni egy Fidesz-KDNP-s polgármester Szegeden többet, mint Botka László, elképzelhető. De hát ezt nyilván nem tudjuk, mert 20 éve Botka László irányítja a várost. Ez így van. Akkor beszéljünk pár olyan dologról, ami azért szorosabban köthető az ön nevéhez. Mi a helyzet most a migránsválsággal? Hát ez egy nagyon komoly történet. Jelentősen megnőtt az illegális bevándorlók száma, illetve illegálisan a határt átlépni akarók száma. Úgyhogy a kormány, mivel folyamatosan értékeli az adott helyzetet, lépéseket tett. Ugye több lépésre is szükség volt. Az első és legfontosabb a határvadász századok felállítása. Ugye a napokban meg is kezdték a működésüket az első határvadászok, illetve az első határvadász az már kinn is van a határon. Ugye itt ez konkrét fizikai jelenlétet jelent, ugye míg kvázi a határvédelem az úgy működött ez idáig, hogy a kerítés vagy a kamerák érzékelték az illegális határáplépőket, akik leginkább a kerítésen keresztül jutottak, kerítésen átmászva jutottak be ugye Magyarország területére. A kamera vagy a kerítés maga érzékelt a tiltott határátlépést, és elindultak a rendőrségi autók, hogy megakadályozzák. Nyilván mire odaértek, addigra kvázi bejutott az országba az illegális határátlépő, és csak ugye elfogással tudták őket visszavinni a határhoz. Tehát a fontossá vált az, hogy megakadályozzuk azt, hogy eleve bejöjjenek, tehát hogy át tudjanak a kerítésen mászni. Ezt ugye azon túl, hogy ugye a határvadász századok megkezdték a munkájukat, a másik a kerítés megerősítése, ami jelenleg is folyik, magasítása, illetve úgynevezett hattyúnyakkal látják el a kerítést, amelybe ez a pengés drót lesz szerelve, amely megakadályozza azt, hogy át tudjanak mászni létrával. Tehát a létrával átjutás azzal, hogy megmagasították a kerítést, illetve hattyúnyakkal láttak el, illetve azzal, hogy konkrét fizikai jelenlét, mondjuk 100 méterenként egy határvadász őrzi a határkerítést, ezzel abban bízunk, hogy az átjutásnak a száma az jelentősen csökkenni fog, ezzel ugye megakadályozva azt, hogy a bejutó migránsok károkat okozzanak a határmenti településen élők gazdáknak, illetve nyilván a határmenti településen élőknek a biztonságérzetét is ezzel növelni fogjuk. Szerbiában folynak tárgyalások azzal kapcsolatban, hogy esetleg közösen oldják meg a problémát, mert addig nehéz ezt megoldani, ameddig Szerbia nem partner. Hát igazából folynak tárgyalások, és ezt sem mondanám így, hogy Szerbia nem partner. Nyilván Szerbiának azt kéne megakadályoznia, hogy bejussanak Szerbia területére. Tehát nyilván, mikor már itt vannak a magyar határnak, már nagyon nehezen kezelhető ez a helyzet. Folyamatos tárgyalások folynak, igen, avval kapcsolatosan, hogy a szerb határvédelmet megerősíteni, hogy ne jussanak be a... De hát nyilván ezt végig kéne vezetni egész Európán, hiszen Törökországon, Görögországon keresztül jutnak be ezek az illegálisok, tehát ott is meg kéne erősíteni a határvédelmet. Úgyhogy alapvetően ott kéne valahol ezt elsősorban kezelni, utána itt már ez egy sokkal nehezebb ügy már mind a szerbeknek, mind ugye láthatóan a mi részünkre. És hát nyilván a magyar kormány megvédi az országot, megvédi az állampolgárait, az illegális bevándorlástól is, viszont ez óriási költség, amiben gyakorlatilag magunkra vagyunk hagyva, úgy ráadásul, hogy az Európai Unió határait is védjük. Igen, nyilvánvalóan itt a határmenti települések azért jobban ki vannak téve, tehát hogy nem látják, akik mondjuk Magyarország másik oldalán élnek, hogy ez azért valóban okoz problémákat és hátrahagy olyan helyzetet, amiben segítségre lenne szükségük az ott lakóknak. Viszont a határon még azért más helyzet is van, ami szerintem segítséget igényelne, vagy legalábbis valamiféle diskurzust, hogy a határon óriási sorok vannak mindig, és a magyar állampolgárok is ugyanolyan lassan jutnak át a határon, mint mondjuk aki nyaralni megy, vagy aki külföldön dolgozik.
Ezzel kapcsolatban terveznek valami előrelépést tenni, mert tényleg óriási most már a probléma. Tehát, hogy akik ingáznak, azok is ugyanannyit várnak, mint akik mondjuk egyszer elmennek nyaralni. Nyilván az elmúlt 10 évben folyamatosan nyíltak az új határátkelőhelyek. Nyilván akik ingáznak, azok keressék meg azokat a határátkelőket, ahol gyorsabban át lehet jutni. Nyilván a forgalom nagy része az az autópályás határot átkelőkön bonyolódik. A vendégmunkások ott kelnek át ugye Magyarországon, azoknál határátkelőknél. Nyilván ez a nyári időszakban nagy probléma, amit ön mond. Egyébként az év más időszakában nem gondolom. Ráadásul ugye... Ott is elég nagy probléma. Igen. Itt most ilyen 5 órákról, akár ilyen 5-10 órákról is beszélhetünk. De ez most jelen pillanatban csak a szerb és a magyar határra vonatkozik, igen. Mert ugye a többi az Európai Uniós határ, tehát ott azért nyilván a járványhelyzet megszűnése volt, azért folyamatos már a forgalom. Hát igen, nyilván schengeni határ, itt azért jobban meg kell vizsgálni az átkelő állampolgárokat, EU-s vagy EU-n kívüli állampolgárokat, tehát nyilván ez egy lassabb helyzet. Ennek egyébként megoldása lehet majd az, hogy ha a szerbeket fölveszik az Európai Unióba, akkor itt is fölgyorsulhat a forgalom. Hát igen, az egy megoldás lehetne, hát, hogy most az mennyire fog megvalósulni, viszont olyan megoldások nem születhetnének, hogy például egy olyan határ, vagy akár a határnak csak egy része, ahol azok mehetnek csak át, akik mondjuk ilyen 50 kilométeres körzetben rendelkező lakcímmel rendelkeznek. Hát nem tudom, valamikor ez működött, ez a kis határ átlépős, én szerintem... Most nem működik. Most nem úgy. Működik. Nem, ez akár még működhet is. Megnézzük, hogy ennek mik a jogi feltételei, hogy ez esetleg újra működhessen. Rendben, hát akkor kíváncsian várom, hát ha történik valami itt a határon. Szegeden milyen dolgokat vinne az országgyűlésbe, amik szegedi ügyek? Ugye a legfontosabb a harmadik hírügye, az ugye 20-25 éve várjuk mi szegediek, hogy megépüljön a harmadik híd. Ez most soha meg ilyen jó helyzetben nem voltunk, soha milyen állapotban nem volt még ez a projekt, hiszen megkezdődött a tervezés, és éppen 2 héttel ezelőtt volt egy konferencia, ahol gyakorlatilag már arról tárgyaltunk, hogy pontosan mi lesz a hídnek a nyomvonala, tehát pontosan, hogy mely intézményeket érinti, hogy tudjuk azt megoldani, hogy a legideálisabb nyomvonalon tudjuk a Szegedet és Új-Szegedet összekötni. Nagyon konstruktív volt ez a megbeszélés, ez a konferencia, mindenki tényleg legbeszebb menőkig együttműködik, város, kormányzat, tervezők, és éppen egyetem, tehát azok az intézmények, akiket egyébként érint majd a nyomvonal, vagy a Szegedi Paprika, mindenki abszolút azon van, hogy a híd megvalósulhasson, és minél hamarabb megvalósulhasson. Ugye ez a fő szegedi projekt. Aztán nyilván, ha megérkeznek az Európai Uniós források, akkor elindulnak a top pluszos beruházások is Szegeden. Ezt már nyilván a városnak kell meghatározni, hogy mi az, ami legfontosabb, meg legszükségesebb a város érdekeit, az itt ülő embereket. És természetesen az én feladatom pedig az, hogy mindent támogassak, amit a város úgymond kitalál, hogy megvalósuljon a következő pár évben. A környezetvédelem amúgy is a szívügye, vagy csak most az aktuális problémák miatt szólalt fel miatta? Amúgy is a szívügyem. 4 lánygyermekem van, 1 unokám, és én komolyan hiszek abban, hogy nekünk kötelességünk megőrizni nekik a földet, és nem kirabolni az erőforrásait, és megvédeni azt a környezetet, amiben ők is emberhez méltóan tudnak majd élni. Úgyhogy én ezt nagyon komolyan gondolom, és igyekszem részt venni olyan projektekbe, olyan rendezvényeken, ahol a környezetvédelemről van szó, vagy a környezetvédelem érdekében szólalnak fel. Partner ebben a kormány? Én abszolút így gondolom. Számos ilyen olyan
döntést hozott a kormány az elmúlt időszakban. Most legutóbb mindig, mert most ugye, hogy frissek legyünk, most is egy legutóbbit, hogy 2024-től csak, ha jól mondom, lehet, hogy 23, de nem akarok, most ebben lehet, hogy nem akarok tévedni, akkortól csak visszaválthatós műanyag flakonban lehet majd a üdítőitalt, vagy az ásványvizet megvásárolni. Őrületes mennyiségű műanyag szemét keletkezik jelen pillanatban, és ez egy nagyon komoly. De az is, hogy egyébként belettek tiltva a műanyag evőeszközök, meg a műanyag porrak, ez is egy nagyon fontos lépés környezetünk megóvása érdekében. Hát ezek abszolút fontos lépések, remélem, hogy akkor szépen fogunk haladni a környezetvédelemnek az útján. Nemrég olvastam egy cikket, vagy egy interjút önnel a Szegederen, és ott azt mondta, hogy többek között, majd így több dologra is kitérünk, az egyik az, hogy már 32 éve demokráciában élünk. Mit szól ahhoz, hogy most az Európai Unió szerint ez nem így van? Hogy Magyarország már nem demokrácia, még nem diktatúra? Hát én ezt nagyon röviden erre a kérdésre válaszolok. Tehát, hogy egy erősen átpolitizált Európai Parlament mit mond, milyen döntést hoz, azt én megmondom őszintén, tehát ezt a döntést, amit ön mond, ugyanaz az Európa Parlament hozta, aki egyébként arról is határozatot hozott, hogy szülhetnek a férfiak. Tehát én azt gondolom, hogy ezt nem kell kommentálnom. Tehát ennek a plénumnak a döntését nekem nem kell kommentálnom. Miben nyilvánul meg az, hogy ma demokrácia van? Szólásszabadság van. Hát, én koromnál fogva éltem a kommunizmusban. Sok mindent mondhatnék, a sajtószabadságot, de egy nagyon kiemelkedő példát mondok. A kommunizmusban éltem, és a szüleim, akik nem voltak éppen rendszerpártiak, tehát a kommunista rendszer nem voltak a pártnak tagjai, emiatt aztán üldözhetésük is érték őket, de lényeg az, hogy folyamatosan attól rettegtek a szüleim, hogy azért, mert mondjuk Kádár Jánosra negatív jelzőket tettek, vagy éppen nem voltak megelégedve bármely pártalmi döntéssel, vagy pártvezetői döntéssel, akkor elviszik őket, és bármi atrocitás éri őket emiatt, hogy a véleményüket elmondták. Na most a mai világban bárkit, bármikor, a miniszterelnöket, a köztársaság elnöket, vagy bárkit lehet szabadon szidni, és nem odaillő szavakkal, és gyakorlatilag semmiféle bántódás nem éri ezért az embert. Tehát mi ez, ha nem demokrácia, és mi ez, ha nem szólásszabadság? Hát igen, erről azért lehetne vitázni, és hát gondolom a liberálisabb szellemiség emberek nagyon szívesen is vitáznának erről. Viszont még ezzel kapcsolatban ugye azt is mondta, hogy örül annak, hogy sikerült gyűlölet kampány nélkül választást nyernie, ami így is volt, tehát hogy nem láttam én semmilyen posztot, vagy bármilyen megnyilvánulást, amivel Mihály Kedvint, vagy mondjuk Toroczkai László szidalmazta volna. Viszont mit gondol, hogy alapvetően a Fidesznek országosan is sikerült kampány, vagy választást nyernie? Én azt gondolom, hogy a szembesítő kampányon kívül nem volt olyan, ami tehát gyűlöletkampánynak nem nevezném, és szembesítő kampány folyt a Fidesz részéről, szembesítették az aktuális vagy korábbi kijelentéseivel a vezető politikusait az ellenzéknek, de én nem látok, igazából én nem láttam gyűlöletkampányt, még egyszer mondom, szembesítés folyt, ezt minden kampányban meg kell csinálni, hiszen megcsinálták ellenünk is, én azt gondolom, hogy ezt meg kell csinálni. Az más kérdés, hogy én személy szerint abba hiszek, hogy a politikai kultúrát azt lehet finoman is, tehát nem kell másikat mocskolni. Az emberek az alapján döntenek, hogy mit tesz értük valaki, és hogyha hiteles abban, amit tesz, amit gondol, akkor igenis bizalmat szavaznak neki. És nem az a lényeg, hogy mit mondunk, vagy mit mondunk másról. Igen, a politikai kultúrát ezt nem ártana finomítani, úgyhogy remélem ez egy nagyon jó üzenet lesz majd más politikusok felé is. Még annyit ragadnék ki abból az interjúból, hogy azt mondta, hogy dolgozni fog azon, hogy a Fidesz-KDNP-nek jobb megítéltsége legyen. Gondolom arra értette, hogy itt a környéken hogyan szeretne ezen dolgozni. Hát egy
mint amit látnak is, én egy egészen más, tehát nem, én nem bántok másokat, én dolgozom. Én boldogan dolgozom, megpróbálom, tehát ott vagyok az emberek közt, ahogy ígértem, látható vagyok, tapasztalatom, megtalálható vagyok, az emberek meg is keresnek a problémájukkal, én azt a legjobb tudásom szerint meg is oldom, és én azt szeretném, hogy ez alapján ítéljenek meg ne csak engem, hanem a pártokat is, akik mögöttem állnak, hogy mit teszek az emberek, a választópolgárok érdekében. Én ezt úgy láttam, hogy ez 12 évig Kiskundorozsmán ez működött. Tehát abszolút tudtam nem csak magamat, hanem a pártomat is Kiskundorozsmán építeni, és egyébként ez fordítva is igaz, hiszen nyilván vannak olyan elkötelezett szavazók, akik pedig azért szavaznak az emberre, mert valamely párthoz tartozik. De nagyon sok olyan embert is meg tudtam győzni, akik nem hithű fideszesek vagy KDNP-sek, és mégis a munkámat értékelték annyira, hogy aztán nekem szavazzanak bizalmat. Egyébként, ahogy elmondtam az elején, én ennek is tudom be azt, hogy végül nyerni tudtam a választáson. Akkor még egy utolsó kérdésként, mi az a Fidesz érték, ami a legközelebb áll önhöz? Hogyha csak egyet kellene kiemelni. Ha egyet? Igen. Eddig többet is mondtam volna, de ha egyet, akkor a család védelme és a gyermekeink védelme. És miért? Mert magam is gyakorló szülő vagyok, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy mi szülők, mondjuk a gyermekvédelmet tekintjük, akkor mi szülők neveljük a gyerekeinket, és mi tudjuk azt, hogy mi jó a gyermekeinknek, és nem az Európai Unió vagy valamely kívülről jövő véleményvezér. Tehát én azt gondolom, hogy és ezt bizonyítják is a magyar családok, a magyar szülők, hogy én is becsülettel, szeretettel nevelik a gyermekeiket, és nyugodtan rájuk bízhatjuk a gyermekeik jövőjét, és nem kell ebben segítség nekik. Hát köszönöm szépen, hogy itt volt és ezeket elmondta. Én köszönöm a lehetőséget. És köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!